Mésző Géza 18-szor volt válogatott, az Újpesttel 2 ezüstéremig, a Vasassal és a Szombathelyi Haladással pedig 1-1 ötödik helyig jutott az NB1-ben vezetőedzőként. Jelenleg a Szombathelyieknek a szakmai vezetője. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Jó napot kívánok, köszöntelek én is. A Haladás ősszel legyőzte a jelenleg feljutóhelyen álló Diós Györgyt és az MTK-t is, most pedig ugye a hetedik helyen áll negatív gólkülönbséggel. Mit mond ilyenkor a szakmai vezető? Az, hogy azt szeretnénk elérni, hogy itt a bajnokság hátralévő mérkőzésein olyan találkozókat nyerjünk meg, és minél több pontot szerezzünk, amivel tényleg oda tudunk fölmenni arra a posztra, amit tulajdonképpen kitűztünk a bajnokság elindulásakor. Az volt a célunk, hogy versenyben tudjunk lenni azokkal a csapatokkal, akik a feljutásért esélyesek. Most azért ez úgy tűnik, hogy azért az a két csapat azért az nagyon-nagyon elment, és akár az MTK, akár a Diós Győr azért ezt a két helyet nagyon-nagyon kibérelték maguknak, és talán úgy néz ki, a realitás azt mondatja velem, hogy ez a két csapat valószínűleg föl is tud jutni majd az NB1-be, és a következő bajnokságot már az első osztályban folytatja. Nekünk pedig azért az a cél, hogy ott legyünk és rátapadjunk tulajdonképpen erre a két csapatra, és megpróbáljon a Haladás olyan eredményeket elérni, amivel azt igazolja, hogy ebben a csapatban van potenciál, és a már készülve a következő bajnokságra, hogy ott pedig még intenzívebben menni, és még hatékonyabban tudjon versenybe szállni a feljutásért. De ez, hogy leendő NB1-es csapatokat, vélhetően leendő NB1-es csapatokat legyőztetek, ez már jelzi, hogy azért van potenciál a Haladásban. Igen, tehát azért ezt mutatta ez a bajnokság, hogy azért a csapatunkban megvan az a fajta erő, amivel igenis tud mire építeni, és ezek a kiegyensúlyozottság és a hazai pályán elért még eredményesebb játék, azért azt szükségeltetik majd ahhoz, hogy még több pontot és még hatékonyabban szerepeljen majd a következő bajnokságban. Tehát ennek a véghajrának ez lesz itt nagyon a fő célja, hogy ezt tudja igazolni a csapatunk. És az, hogy a szezon előtt 15-en érkeztek és több mint 10-en távoztak, ez mennyiben befolyásolta a csapatnak a mostani képét? Olyan lett a csapat nagyjából, amire számítottatok, vagy azért még van sok munka? Igen, volt azért ebben olyan törvényszerűség is, amivel egyszerűen el kellett engedni, el akartak menni a játékosok, lejárt a szerződésük, tehát több ilyen ebben a 10 játékosban, aki valóban elkerült a csapattól, azért az a 80%-a egyszerűen nem mi akartuk, hogy így történjen, és éppen ezért is talán kellett nagyobb létszámot igazolni, és azért ez az elején ez megnehezítette a dolgát a csapatnak, az, hogy egy csapat kialakuljon azért 15 játékossal, nekem a tapasztalatom is azt mutatta, csak egyszerűen nem lehetett már ezzel mit kezdeni, és sajnos meg kellett húzni ezeket a lépéseket. Ugyanakkor azt érzem, és most is azt érzem, hogy olyan játékosok érkeztek a csapathoz, akik minőségi játékosok, hogy a csapattá formálás azt szegény német Szabolcs sínylette meg, és edzőváltásra került a sor. Ugyanakkor pedig én nagyon önkedveltem, és egy szombathelyi srácról van szó, aki nagyon felkészült volt, de mégis az edzői szakma annyi mindenben kell jónak lenni, ami egyszerűen és főleg nyerni, és azért egy jó pár vereség becsúszott a csapatnál, és éppen ezért kellett úgy döntenie a vezetésnek, hogy edzőváltás lesz. És tulajdonképpen az új edzővel is formálódott a csapat, és próbálta ő is kialakítani a saját szája íze szerint, amivel azért voltak többek között ez a két mérkőzés, amit te is említettél, hogy olyan skalpokat is sikerült megszerezni, amivel azért a Szombathely jelezte, hogy azért hát igen, mi is vannak terveink, és szeretnénk előbb-utóbb minél gyorsabban az első osztályú csapatokhoz tartozni. Ehhez azért megvannak a lépcsőfokok, de én azt érzem, hogyha itt jól sikerül az utolsó fordulók számunkra, akkor egy olyan következő bajnokság indulhat el, amiben ismét ott lehet az élmezőnyben a Haladás. Korábban ugye kijelentetted, hogy az NB1-ben még szeretnél egyszer vezetőedző lenni. Mi múlik az szerinted, hogy bekerül-e valaki ebbe az edzőkeringőbe? A te neved mostanság miért nem merülhetett fel?
Igen, ez egy jó kérdés, és hogy még vannak ambícióim, az egyértelmű. Azt, hogy most nagyon-nagyon jól érzem magam, és hogy nem szerettem volna én sem, hogy itt szezon közben akár Dárdai Pálnak figyelve a nyilatkozatait, és én is az elmúlt napokban tudtam vele találkozni, és együtt voltunk, és sokat beszélgettünk, egy abszolút egy olyan srác, akitől lehet tanulni, és az a fajta elhivatottság, ami benne van, az mindenképpen jó, és ő is azt mondta többek között, akár most a Bayern München edző menesztésénél, hogy ez nagyon nehéz dolog ez, és nem biztos, hogy szezon közben kéne váltani, viszont hogyha az elején a felkészülés, te tudod, akár beleszólhatsz abba is, hogy egy-egy játékos miattad kerülhessen oda, akkor talán még jobb munkát tudsz végezni, úgyhogy én is ezt vallom, és várom azt a lehetőséget. Most tulajdonképpen nagyon jól érzem magam, és ez Homlok Zsolt tulajdonos úrnak is köszönhető, de az egész vezetés olyan, akiben látom azt a fajta erőt, amivel ez a csapat előbb-utóbb vissza fog jutni a helyére, mert én úgy érzem, hogy a Haladás egy olyan tradicionális klub, akinek igenis az első osztályban a helye, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez sikerülni fog majd a csapatnak. A korábbi csapatait közül a Vasas kiesésre áll, az Újpest pedig hát nincsen annyira messze ettől. Belegondoltál ebbe, hogy vajon mit kellene ott egy edzőnek csinálnia? Tehát eljátszottál a gondolattal, hogy igen, mit csinálnál, ha te lennél ott? Igen, természetesen ez mindig azért fölvetődik, és beszélünk róla, és azért, mert mind a két klubnál ugye megfordultam edzőként, tehát ilyenkor önkéntelenül, ráadásul járok is a mérkőzésre, amennyire engedi az időm, de televízióban mindenképpen megnézem, tehát abszolút képben vagyok mind a két csapattal, és ilyenkor természetesen, hogy eljátszik az ember a gondolatta, hogy mit csinálna. Nehéz azért kívülről megítélni, az biztos, hogy nagyon nagy létszám van a Vasasnál, és nagyon nehéz motiváltá tenni még az utolsó játékost is, hogy akkor az mindenáron küzdjön a saját magáért, a csapatért, és ez nehéz, de az biztos, hogy most nehéz helyzetben van, de viszont ugye Vasasnál még az elmondható, hogy matematikai esély megvan még, és én érzem azt, és kell, hogy átérezzék a játékosok ennek a súlyát, és mindegy alapon elkezdjék a pontokat gyűjteni, már csak az önbecsülésük miatt is, és hogy korrektül lemenjen a bajnokság, hogy ne úgy vegyék, nehogy a Vasast azt szépen mindenki helyre teszi. Az Újpestnél pedig azt érzem, hogy ott azért nem lehet gond, és nem a bármennyire is pontszámban azért még veszélyben lehetnek, de az Újpestet azt érzem, hogy van egy olyan markáns csapat gerinc, amivel tulajdonképpen ők stabilan az első osztályban fognak maradni majd ebben az évben is. Elég egy jó edző egy ilyen helyre szerinted? Nem. Nagyon összetett dolog a vezetéstől kezdve, a szurkolókon át minden nagyon összefügg, és sok mindennek össze kell csengnie ahhoz, hogy tulajdonképpen egy sikeres csapat legyen, úgyhogy nem elég, de nagyon-nagyon fontos, és egy edzőnek természetesen nagy szerepe van, és meghatározó, hogy ő hogy viselkedik, és én azt szoktam mondani, hogy amilyen az edző, olyan kell, hogy legyen a csapata, én ezt vallom, de természetesen nagyon-nagyon fontos, hogy a vezetés, illetve a szurkolók és a játékosok is partnerek legyenek ebben. Mik azok a legfontosabb dolgok, amiket édesapádtól tanultál? Ő nagyon olyan edző volt, aki nagyon-nagyon felkészült volt, és hihetetlenül szerette a futball, szerette a szakmáját, és nagyon elhivatott edző volt, ő nagyon kőkeményen arra figyelt, hogy tanuljon, és minél többet ellessen. Ugye neki is nagyon jó edzői voltak, ami azért megalapozta az edzői szakmát, hogy ezektől az edzőktől el tudta lesni. Azért, ha visszagondolunk, hihetetlen nagy edzőink voltak korábban. Ő például Baróti Lajos bácsit, vagy Iloszki Rudi bácsit említette, de azért még volt még egy jó pár. Azért a nemzetközi Európa válogatott és világválogatott is volt, ahol is találkozott olyan nagy mesterekkel, akiktől elvehetett olyan dolgokat, amit tudott hasznosítani az edzői pályán. Illetve a másik, amit elleshettem tőle, az a játékosoknak a szeretete, és mégis egyfajta tisztelete. Azért kell úgymond egy-két lépés távolságot is tartani. Neki is volt nagyon sok olyan játékosa, akivel korábban együtt játszott, és mégis nagyszerűen tudtak együtt dolgozni. Müller Sándorra gondolok, aki a válogatottban is volt a játékosa, és a Vasasban is.
és de lehetne még sorolni. És az a fajta tisztelet, ami megvolt neki is a játékosok iránt, és a játékosok is hihetetlenül tisztelték talán azt a bátorságát is, hogy a futballban is nagyon-nagyon lényeges a bátorság, az, hogy bemerjen vállalni olyat egy edző, hogy a bátor támadójáték, amit a nézők azért nagyon-nagyon kultiválnak, és ezért szól a futball is, a nézőkért szól, hogy látványosság legyen benne, és ami ott a pályán történik, a Szeres az apu is ilyen edző volt, aki nagyon-nagyon szerette, hogy akár a 82-es világbajnokságra is, amikor kijutott a csapat, öt olyan támadót tett a csapatba, akik egyszerűen vitték a csapatot, és hogy fogunk itt védekezni, kérdezték tőle. Nem védekezünk, támadunk, a legjobb védekezés a támadás, és egy nagyon jó hangulatot és egy nagyon jó munkamorált is épített ki a játékosokkal mindig is. Édesapád 2013-ban csalódottságát fejeztek, amikor Pintér Attilát nevezték ki kapitánynak, és úgy érezte, hogy akár te is lehettél volna. Tényleg közel voltál akkor az, hogy szövetségkapitány legyen? Igen, akkor volt egy olyan fajta beszélgetésem is annak idején elnök úrral, hogy fölvetette, hogy igen, lehet, hogy lesz erre lehetőség, de nem tudta 100%-ig megígérni, és tudjuk, hogy a futball azért sajnos vannak olyan váratlan dolgok, vereségek közben jöhetnek, amihez megváltoztathatja a véleményt. Úgyhogy akkor tényleg úgy volt, hogy akkor közel álltam ahhoz egy jó újpestes szerepléssel a hátam mögött, mert én azt abszolút eredményes jó munkának tartottam, ha még nem is sikerült megnyerni a bajnokságot, de mégis valami olyan fajta játékot produkált a csapat, amit szerettek a nézők, és szerettek Újpest meccsre járni, és a televízió is nem véletlenül szerette az Újpest mérkőzéseit adni. Úgyhogy akkor így volt, de akkor el kell fogadni, hogy egy más kapitány lett, és egy más utat jártam be én is, úgyhogy ez a velejárója a focinak is. Milyen lett volna egy Mészői válogatott, egy Mészői Géza válogatott, arra így gondoltál, hogy... Igen, mert azért volt ugye nemzetközi tapasztalatom, mert azért én volt is a korosztályos válogatottnál, amiben büszke vagyok, hogy az apu után, ha még én az U20-as világbajnokságra is juttattam el a csapatot, az Új-Zélandba kijutott a válogatott, és akkor is azt tapasztaltam meg, hogy hihetetlenül fontos, hogy bármennyire is én szeretem a támadó futballt, függetlenül, hogy én védőjátékos voltam, de a támadó focit szeretem, és tanítom a Mészői foci suliba is, hogy olyan egyéniségek legyenek a játékosok, amiből ők tudnak igenis cselezni, és a támadó focira abszolút készen állnak majd a későbbiekben. Tehát én ezt vallom, de mégis azt látom, hogy amit Marco Rossi például csinál a mai válogatottunkkal, az a sikerességnek a kulcsa, hogy egy hihetetlen szervezett védekezésből kell indulni, viszont labdaszerzésből úgy megszervezni a csapatjátékot, hogy ne legyen túl távol például az egyszemélyes támadónk, hanem körülötte ott legyenek már a játékosok, és igenis befejezzük azokat a támadásokat. Ezt Marco Rossi egyszerűen zseniálisan csinálja, és ő egy olyan fajta focit hozott be a válogatottnál, ami szerethető, mégis támadójáték is van, de mégis az az olaszos hihetetlen jó védekezés, amit ő megszervezett, és megszervez, az tulajdonképpen abszolút nézhető és eredményes is. Említetted a gólokat, a támadó focit, hát Lisztes Krisztián két gólt rúgott az első NB 1-es meccsén, az ifjabb. A Mészői foci suli fedezte fel őt? Nem azt mondanám, hogy felfedezte, hanem 3 évet nálunk töltött, az édesapjával is jó a viszonyunk, és akkor ott közel laktak a 3. kerületben, ahol nekünk a foci sulink, a bázisunk ott van, és a Krisztián látta, hogy egy 2005-ös születésű srácról van szó a Krisztián személyében, hogy látta, hogy olyan csapatunk van, ami abszolút előremutató, és a fejlődését biztosítva látta a Krisztián is, hogy jó helyen van itt először még a gyerek, aztán majd természetesen a Ferencvárosba, amikor már úgy látja, hogy valóban lehet belőle valami. És én azt mondom, hogy 14 éves korig abszolút jó helyen van nálunk, utána kell olyan klubokba menjenek a srácok, ahol a továbbfejlődés biztosítva van számára. Úgyhogy én azt hiszem, hogy abban a 3 évben, amíg nálunk
pallírozódott Krisztián, akkor azt mondhatjuk, hogy olyan alapokra megtanítottuk, és olyan nemzetközi meccseket is tudott már játszani nálunk, többek között Dárdai Pali fiai ellen, a Hertha ellen játszottak, a Real Madrid, a Liverpool, és sorolhatnám azokat a nagy csapatokat, akik ellen az a korosztályunk a Mészői Foci Suliban, mind hazai pályán, mert például meg tudtuk hívni a Real Madridot is Budapestre, hogy egy Mészői Cupon részt vegyenek, és a Krisztián vezérletével nagyon sok gólt rúgott már akkor is érződött, hogy más játékos lesz, mint az édesapja, ugye a Krisztián egy irányító, támadó középpályás volt, de a fiában, a Kriszben megvolt már az a fajta gólérzékenység, ami nagyon érződött. Illetve büszkén olvastuk azt is, hogy azért valamit taníthattunk neki, egy pár cselt, mert éppen a Soroksárban, amikor játszott a másodosztályban, akkor a legtöbb cselt elvégzendő játékos címet kaphatta meg. Tehát az is azért azt mutatta, és megvolt neki, ugye játszott az MB3-as Ferencvárosba, aztán MB2-ben a Soroksárban, tehát ez nagyon jó ki volt találva az ő fejlődése érdekében is, hogy lépésről lépésre tudott haladni, utána be lett cserélgetve egyszer-egyszer, és most hát nagyon-nagyon örültünk természetesen mi is a Mészői Foci Suli házatáján, hogy Krisztián két góljával jelezte, hogy azért a góllövéshez is nagyon ért. Mit tanácsolnál neki, úgyhogy az édesapád neked is egy nagyon híres labdarúgó volt, neki is, mi az, amire érdemes odafigyelnie, úgyhogy a Lisztes név ugyanúgy jól cseng, mint ahogy a Mészői név jól cseng. Igen, és azt hiszem, hogy ez a mérkőzés azért, ahogy a szurkolók skandálták az ő nevét, ami természetesen jó esik az édesapjának és az édesanyjának is, aki szintén a mama is egy sportoló hölgy volt, és talán tényleg jó géneket is kapott a Krisztián is. Igazából azt hiszem, hogy jó úton van, egy önbizalomtól duzzadó, mégsem egy nagyképű, hanem egy alázatos srác. Számára fontos lenne, hogy az elkövetkezendő fordulókban ugyanúgy be tudjon szállni a mérkőzésekre és gólokat tudjon szerezni, akkor a következő idénye még hatékonyabb tud lenni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez az alázatosság, és hogy mindig a futball ott legyen nála az első helyen, akkor érzésem szerint nagyon szép karrier tud majd befutni. Hogyha adnánk egy papír, szívesen ráírnál le 5 nevet mondjuk a Mészői Foci Suliból, akit mondjuk 5 év múlva megnézhetünk majd is, megnézzük, hogy meddig vitték, meddig jutottak. Igen, lenne olyan pár név, és hát büszkén mondhatom, hogy már vannak olyan nevek is, akik már bemutatkoztak például korosztályos válogatottban, például a felnőtt női válogatottban is a hölgyek. Nálunk tulajdonképpen lánycsapatunk nem volt kompletten, de mégis ugye megadja a lehetőséget a Magyar Labdarúgó Szövetség arra, hogy egy évvel fiatalabb fiúk között a lányok is szerepelhessenek. Többek között ennek is köszönhetően az, hogy például Maier Zsófi már válogatott lett, és bemutatkozott a felnőtt válogatottba is. Azért ez nagyon sokat segített neki, hogy a fiúk között nevelkedett. Úgyhogy lenne egy jó pár név, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy tényleg az elkövetkezendő időben egyre több MB2-es, MB1-es csapatban, és aztán a későbbiekben akár a válogatottban is ezek a srácok, akik a Mészői Foci Suliba pallírozottak, majd bemutatkoznak majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon sok sikert kívánok neked a magyar labdarúgásban. Köszönöm szépen én is a meghívást.